történetek, rejtélyek, családi titkok, amelyek talán még izgalmasabbak akkor, hogyha más családjáról szólnak. A családregény műfaja képes arra, különösen a nagyívű regények esetében, hogy egyes szereplői úgy hozzánk nőnek, hogy mi magunk is családtagnak érezhetjük magunkat. Olvasóként szeretjük felfedezni a titkokat, tanulni az élet nehézségeinek leküzdéséről, emberi kapcsolatokról. Furcsa módon van valami megnyugtató abban, hogy mindenkinek, minden embernek és családnak megvan a maga keresztje, és nem biztos, hogy a miénk a nehezebb. Vajon miben rejlik a családregény sikerének titka? A családregények központjában jellegzetesen egy család több generációkon átívelő története áll, és hát azt kell elmondani ezekről a regényekről, hogy azt lehet elmondani, hogy általában nagyon könnyed stílusúak, könnyen olvasható olvasmányon, nagyon sokszor szórakoztatóak szoktak lenni ezek a regények, és ezért is annyira népszerűek. Ha visszamegyünk a történetben, akkor hogy mikor kezdődött ez az egész, akkor azt tudjuk elmondani, hogy a 20. század elején, az 1900-as évek elején a polgárábrázolás szempontjából volt ez nagyon kézenfekvő téma, és ilyenkor mérföldkőnek szokták kiemelni Thomas Mannnak a Brandenburg ház című regényét. Én azt gondolom, de csak feltételezem, mivel nem írtam soha még családregényt, hogy egy hálás műfaj az írók számára, hiszen rengeteg szerep fordul elő egy ilyen családregényben, nagyon szövevényesek lehetnek a szálak, emiatt lehet, hogy nehezükre is esik, vagy nehéz követni, illetve felépíteni egy jó követhető struktúráját a regénynek, de ugyanakkor azt gondolom, hogy egy író számára akár terápiás lehetőséget is ad egy családregény, hiszen a legtöbb író a saját családjának a történetét írja meg, és ez például azért jó, mert hiteles tud lenni, hihető tud lenni az a történet, amit bemutat. Illetve azt gondolom, hogy rengeteg olyan témát tud adni egy családnak a történet, ami izgalmasá tesz egy regényt. Akár titkok, tabuk, mindenféle olyan dolog, ami ilyenkor egy családban, egy családnak a több generációkon átívelő történetében benne van, az jól feldolgozható egy irodalmi műben. Mindig is egy családregény megírására készültem, ezért nagyon fontos volt számomra az, hogy családregényeket olvassak, és föltárjam ezt a hagyományt, ami egyébként nagyon gazdag a magyar irodalomban és a kortárs magyar irodalomban is. Egy családnak a története tulajdonképpen nagyon élesen és hajlékonyan megmutat egy kortörténetet, hiszen többféle ember van benne, különösen egy nagy családban, mint amilyen a miénk. Lehet látni a kamaszok, kiskamasszok, gyermekek és a felnőttek nézőpontjából azt, hogy hogyan is alakul a történelem. Akik már nem leszünk sosem, illetve levelek nélkül. Krusovszky Dénes két regénye, melyek ugyan nem a szerző családjának történetei, de ahogyan a szerző fogalmaz, mindenki hozott anyagból dolgozik. Én azt hiszem, hogy nem az a kiinduló pont nálam, a családregényt írjak, viszont mindig, ahogyan elkezdek egy történeten dolgozni, előbb-utóbb akármilyen karakter is jelenik meg benne, így hozzá kapcsolódik a család. Tehát, hogy ez egy ilyen, mint hogy egy ilyen szükségszerű dolog lenne, nyilván egy olyan, nem tudom, alapegysége a társadalomnak a család, amit nem lehet meghaladni. Tehát, hogyha nincs, vagy ha nem jól működik, akkor azért, hogyha jól működik és fontos, akkor azért, de valahogyan mindig meghatározó. Hogyha lázad ellene a karakter, akkor az, amiatt lesz nagyon fontos, hogyha folytatni akar valami hagyományt, akkor azért. Tehát, hogy akárhogyan kezdek el egy karakterrel foglalkozni, ahhoz mindig kapcsolódik az, hogy milyen családi kontextusban él, vagy honnan jött, milyen háttér áll mögötte. Amikor én írok, akkor elsősorban karaktereken szoktam gondolkodni, tehát először vannak meg néha a karakterek, és aztán épül köréjük a történet. Vagy hogyha megvan egy történet, ötlet, ahhoz is ugye elkezdem a karaktereket keresni, hogy az ilyen tartalommal töltődjön föl, és amikor egy karaktert elkezdek építgetni, akkor mindig, tehát ez ahogyan kerülnek rá a rétegek, akkor nagyjából onnantól kezdve, hogy megvan, hogy ő mivel foglalkozik, ő hogyan néz ki, ő hogyan érzi magát, akkor a következő kérdés mindig az, hogy na és akkor család, szülők, házastársak, gyerekek, hogyan működik ez az egész. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen meghaladhatatlan vagy átléphetetlen kérdése a történetépítésnek. Minden olvasmány általában az olvasó számára projekciós felületet kínál, ami azt jelenti, hogy nem csak arról van szó, hogy beleéljük magunkat a főhős szerepébe, mert ugye ez általában tudatosan történik, de az a rész, amikor nem tudatos, az inkább arról szól, hogy beleprojektálom önmagamat, saját magamat annak a szereplőnek a helyébe, és ilyenkor elképzelem azt, hogy mit tennék én a helyébe, hogyan viselkednék, hogyan döntenék egy adott esetben. És hát arra is gondolhatunk ilyenkor, hogy ezek a családregények sok esetben segíthetik az olvasót abban, hogy olyan érzéseket éljen át és dolgozzon fel, amit lehet, hogy a hétköznapi életében nem mer, vagy nem tud, mert a családja olyan, mert esetleg az a téma az ő saját családjában tabu téma, tehát hogy együtt sír, nevet, örül, szomorkodik, vagy esetleg gyászol a főhőssel. És így lehetősége van akár saját problémáit megoldani, felismerni dolgokat. Szóval mindenki életében valamilyen módon kapcsolódik valamilyen családi szerephez, akár családból érkezik, akár családot alapít, megfordul vagy átéli ezeket a helyzeteket, mert mindenki életében egyszer legalább lesz gyerek, testvér, feleség, férj, apa, anya, unokaöcs, unokabáty, és még sorolhatnám. Szóval ez a családregény, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is népszerű, és közel áll az olvasóközönséghez. Átható csendülte meg az idős otthon folyósóját, amikor belépett a virágcsokorral. Úgy érezte, mintha az arcába csapna ez a némaság. Míg a kortalan világ odakint élénk locsogással indította a napot, madarak daloltak, gépek pöfögtek, rovartestek finom zümmögése töltötte meg a levegőt. Itt, bent, természetellenes és rideg hallgatásba burkolóztak a terek. Váltott néhány szót a portással, nem volt szokás ilyenkor látogatóba jönni. Tulajdonképpen nem is volt szabályos, de mint régi ismerőst, egy rövid vizitre beengedték mégis. 2 perc az egész, mondta a tanár, és már indult is a lépcsőház felé. Azt szokták mondani az írók sokszor, hogy ezek fiktív történetek, de hát mindenki hozott anyagból dolgozik, szóval valahol bele vannak írva a szövegekbe a szerzőknek a saját életkörülményei, vagy a saját családi történetei. Szerintem ez nálam is így van, ez nem egyik regényben sem egyértelműen az én családom, a másodikban még kevésbé, de az elsőben sem. Viszont bizonyos epizódokat, bizonyos ilyen anekdotákat, karakter, tulajdonságokat azért ilyen valós családi háttérből szoktam átemelni, vagy onnan inspirálódok. Hát igen, ez mélységet ad neki. Tehát, általában az írói, nem tudom én, ilyen problémáknak, vagy megoldandó kérdéseknek egy jelentős része az, hogy mélysége legyen a történetnek, és mélysége legyen hitelessége a karaktereknek is, hogy ne ilyen papírmasé figurák legyenek, és ehhez a mélységhez azt kell látni, hogy mi az, ahol ők gyakorlatilag létrejöttek, úgymond, és az első körben a család tud lenni, és akkor a család az ráadásul már nagyon sok mindent leképez a szélesebb értelemben vett társadalomból is, tehát hogy még ha nem tudom, egy anticsaládregényt képzelünk el, vagy mondjuk a közöny kamitől, ami ugye éppen a családregénynek nem tudom, az ellentéte lenne valamilyen értelemben, ugye az anya halálával kezdődik, a semmiben lebegő figuráról szól, de hát ott is éppen ezek miatt nagyon fontossá válik, hogy mi az a háttér, mi az a halott anya, akihez a regény főhőse viszonyul, és ugyanígy a regényekben ez általában így működik, tehát ahhoz van szükség a családra, hogy a karaktereknek legyen egy ilyen plastikussága. Egyfelől, másfelől meg, ahogyan az előbb mondtam, nem, tehát a család az ott van, hogyha írnak egy olyan regényt, amiben semmilyen szó nem lenne, semmilyen családi kötődés, akkor ez egy ilyen nagyon fura, már ilyen statement-szerű dolog lenne, mert annyira elrugaszkodna a valóságtól. És ez egyébként ilyen értelemben, ha nem is terápiás élmény, de mondjuk ilyen önismereti, vagy a saját családommal kapcsolatos élményeket is elég határozottan, nem tudom én, aláhúzza vagy körüljárja az, amikor egy fiktív családról gondolkodom, mert olyankor mindig nyilván arról a családról is gondolkodom, ami nem fiktív az életemben, és akkor így ezeknek a viszonya, vagy hogy hogyan írok le egy fiktív családot, akkor ahhoz mindig a valóságos családból is inspirálódom, és akkor ez azt is jelenti, hogy miközben írok, és miközben egy fiktív szöveget hozok létre, gyakorlatilag a, nem tudom, ilyen nagyon bugyután megfogalmazott, hogy a saját életemben is gondolkodom. Miután az anyja úgy döntött, beköltözik az otthonba, és ettől az elhatározásától semmilyen győzködéssel és könyörgéssel nem sikerült eltántorítani, mint ahogy azelőtt sem sikerült soha semmiről lebeszélni, ha egyszer valamit a fejébe vett. Koroknai segített neki kiválogatni azt a néhány tárgyat, bútort, személyes kis műtyűrt, aminek a lakrész szűkös terében hely jutott. Olyan érzése volt, mintha az anyja már is meghalt volna, és most neki kellene válogatnia a hátrahagyott holmik között, csak valami véletlen baleset folytán ebbe a maga elhunyt is besegít. A kartondobozokba került apróságok, könyvek, ruhák, dísztárgyak és az egyik szomszédtól kölcsönkért utánfutóra felállított nagyobb bútorok az otthon apró szobájába kipakolva olyan hatást keltettek, mintha az anyja eredeti életterének kivonatolt változatát próbálnák berendezni egy gyanúsan összezsugorított kiállítótérben. Az asszony első szobája még a földszint bejáratához közeli részén kapott helyet, aztán... Ahogy váratlan gyorsasággal romlott az állapota, előbb egy hátsó folyósó szakaszra került át, majd az emeletre, az ottani szobát pedig már teljes egészében Koroknai rendezte be, hiszen addigra az anyja megszakított minden kapcsolatot a külvilággal. Ezt a tanár fogalmazta meg így valamivel később, amikor Martinekéknek mesélt az anyja állapotáról, és nem is véletlenül mondta úgy, ahogy. Azt a gyanút ugyanis, hogy az asszony csöndes és már-már fegyelmezett összeomlása nem volt teljesen független a saját akaratától, sohasem tudta megnyugtatóan elhessegetni magától. Szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy olyan családom van, vagy a szüleim is sokat olvasnak, tehát hogy ők értik azt, hogy hogyan működik az irodalom, nem kérnek számon, tehát nem keverik össze a valóságot a regényekkel. Talán még a novellás kötetben, az első prózai munkában, amit írtam, abban volt több olyan epizód, amire ők ráismertek, és persze azt egyből érezték, hogy ez át van ültetve egy fiktív történetbe, de azokra az epizódokra úgy ráismertek, hogy ez tényleg így megtörtént meg minden, és akkor hát ezt így inkább ilyen viccelődve ütötték el. Amúgy másfelől ez nem mindig vicces, szóval azért ismerek olyan írókat, akiknek komoly családi problémákat okozott az, hogy miket és hogyan írtak meg. Szerencsére itt az én könyveimmel ilyen viták vagy családon belüli összezördülések nem merültek föl, inkább kíváncsiak mindig. Néha piszkálódnak vele, hogy jó van, de a következőben ne úgy írjál meg, legyek egy kicsit pozitívabb karakter, de ez tényleg csak vicc, mert nem azonosítják magukat. Befordultam a 14-es számú vasajtó elé, és a háttérben álló trafóház monoton zúgásától kísérve megnyomtam anyám lakásának kapucsengőjét. Igen? Szólt bele meglepően gyorsan. Hello, én vagyok. Mi van? Nincs kulcsod? Nincs kedvem előszedni, mondtam. De ez nem volt egészen igaz. Ezt a kulcsos játékot minden alkalommal eljátszottuk. Én nem éreztem magam annyira otthon, hogy csak úgy benyissak. Ezért inkább csöngettem. Anyám viszont azt szerette volna, ha elfogadom magaménak is a lakást, ezért ragaszkodott hozzá, hogy legyen saját kulcsom, és soha nem mulasztott el rákérdezni. Jól van, mindegy, gyere fel. Mondta, és megnyomta a kapunyító gombot. Karl Ove Knausgård Harcom című 6 kötetes családregénye évek óta lázban tartja a világot. De vajon miért lehet a mi számunkra érdekes az, hogy Knausgård gyermekkori traumáiról, apjával való kapcsolatáról, szerelmeiről és néha unalmas hétköznapjairól olvashatunk? Sok kritikus szerint azért tud szerethető lenni ez a történet, mert valahol mindannyian Knausgårdok vagyunk, az ő kételjeivel, félelmeivel, örömeivel együtt, melyekkel mind szembenézett a sorozatírása közben. Ráadásul vállalta azt is, hogy néhány családtagja elfordult tőle, miután magukra ismertek a történet egyes szereplőjében. Az én esetemben a forma megkeresés és megtalálása volt a legnagyobb kihívás. Én ezt a könyvet Biblia formára írtam, ez azt jelenti, hogy egyszerre töredékes és egyszerre folyamatos elbeszélés, ugyanúgy, ahogy mi a Szentírást egyetlen nagy történetként olvassuk a teremtéstől az utolsó ítéletig, de hát benne van a megváltás történet a centrumában. A Kolozsváron élő Visky András író, dramaturg nagy sikerű Kitelepítés című regényében írta meg családjának történetét. Az 56-os forradalom után Visky András református lelkész édesapját 22 év börtönre ítélték, és minden vagyonát elkobozták. Édesanyját pedig 7 gyermekével együtt lágerbe telepítették. Tudom, mi a boldogság. Örülök, hogy megszülettem, és anyám mellett lehetek. És imádkozhatom az apánkért, akiről nincs semmi emlékem. Sem a hangját, sem az érintését, sem lehelletének vagy erős mellkasának az illatát nem tudom felidézni. Pedig biztosan a karjába vett, és a nevemen szólított. Még az is lehet, hogy fölföldobált és kifogott. Én meg diadalmasan nevettem. Mintha én fogtam volna ki őt, és nem ő engem. Így mehetette ez, amíg börtönbe nem zárták. És kifogni most már sem én őt, sem ő engem nem tud, amikor zuhanunk. Egyszerre van benne tulajdonképpen nagyon egyszerű embereknek a történet, és megírható ebben a formában. Nagyon egyszerű embereknek a története, és egyszerre teszi fel azt a kérdést, hogy vajon egy család történet jelentőse. Én arra jutottam, hogy mindannyiunknak a története jelentős, mert elfogadtunk egy meghívást, amikor beléptünk a világba. És ez elképesztően fontos, ez a meghívás, és én nagyon jelentősnek tartom azt, ha valaki úgy gondol önmagára, hogy az ő élete valami olyasmit tesz hozzá a világ életéhez, amit senki más nem tehet, csak ő. Ez megadja az emberi létezésnek a méltóságát. És itt a méltóság egy nagyon fontos és jó szó, hiszen a történelem mindegyre meg akarja rabolni ezt a méltóságot, el akarja venni tőlünk, arctalanítani akar bennünket. Egy családregény meg ennek ellenébe megy. Úgy gondolja, hogy a történelmet nagyon sokféle szempontból el lehet mesélni, és egy családtörténet ebből a nézőpontból sohasem fikció. Mindig a valóságnak egy nagyon fontos szeletét írja le. Az apa szóról a börtön jut az eszembe. A börtönt jól el tudom képzelni, pedig sem saját apámat, sem pedig börtönt nem láttam soha. Magam előtt látom mégis. Lehet, hogy egyszerűen csak azért, mert ezzel a tudással születünk, és a börtön eleve bennünk van, mindenkiben. Apánkat nem csak nem ismerem, hanem bizony nem is ismerem fel. Micsoda istentelenség, ingatják a fejüket idősebb testvéreim. Nekem csak idősebb testvéreim vannak. 2 lány és 4 fiú. Ebből csak 5-en alkotják a nagyok csoportját. Péter meg én vagyunk a kicsik. 7-en vagyunk, mint a gonoszok, mondja Dukát pap, és kétszer sültet nyom a markunkba. Nem értem, miért vagyunk Dukát pap szemében gonoszok. Sehogy sem találok rá magyarázatot, de nagy nehezen megértem mégis. Azért, mert állandóan éhesek vagyunk. Gyötör az éhség, és mi nem tudunk parancsolni neki. Ez a gonoszság, értem. Azok a családregények, amelyek olyannyira fontosak voltak számomra, és most is azok, mint Esterházy Péternek a Harmonia Caelestis című könyve, ami egy zeneműre utal, Esterházy Pálnak a zeneművére utal, és ezt a harmóniát keresi a világba, ezt a széthult, töredékeiben is alig felmutatható harmóniát. De én nagyon szerettem, és olvastam, és újraolvastam Ládas Péternek az Egy Családregény vége című művét, ami a családregény megírásának a lehetetlenségét mutatja fel, hiszen ő a saját identitását keresi meg és találja meg ebben a regényben. És ez egy nagyon jó szó, hogy a családregény tulajdonképpen identitás töredékekből áll össze, és ezeket az identitás töredékeket próbálja egy ilyen mozaik képen összeállítani, és gyakran hiányoznak ebből a mozaik képből kövecskék, vagy nem tudjuk pontosan, hogy milyen színűnek kellene lennie, milyen árnyalatúnak kellene lennie egyik, másik kövecskének. Tehát egyszerre valamiféle töredékességet mutat fel, és egyszerre valamiféle összképre törekszik. Az én esetemben is ez volt, én folyamatosan hívtam telefonon a testvéreimet, én ugyanis a 7 gyermekből a legkisebb vagyok, tehát arra számítottam, hogy ők pontosabban emlékeznek dolgokra, és ez nagyon sok esetben be is igazolódott. Nem ismeri fel a saját apját. Hajtogatják a nagyok, és én érzem, hogy igazuk van. És azt is, hogy nem ez az igazság. Kinyitják találomra a családi fényképalbumot. Ráboknak egy csoportképre. Ki az apád? Kérdezik szigorúan, és én nem tudom, ki az apám. Rémületemben össze-vissza mutogatok, mint valami eszement. A gonosznál is gonoszabb vagyok. A magyar irodalomban most érdekes, hogy a Kolozsvári Könyvklubban pont Szabó Magda van fókuszban, a fókusz projektünkben őt olvassuk, és hát mindenképpen kiemeltem volna a régi módi történetet. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan, egy nagyon jó példa a népszerű családregények sorában, de kiemelhetném most a nagyon kortárs és nagyon népszerű Visky András Kitelepítés című regényét is, illetve hát akár olyan történeteket is, mint például a Vámos Miklósnak az Apák könyve, Esterházy Péternek a Harmónia szelete, szóval nagyon sok olyan regény van a magyar irodalomban is, ami a család köré és arról szól. A világirodalomban talán az egyik leghíresebb Márqueznek a 100 év magány, vagy ott van az a nagyon népszerű, többkötetes, egy család 4 generáción keresztül átívelő története, a Forsyte Saga, és még nagyon sok jó példa van, úgyhogy ez tényleg egy népszerű műfaj. Hol az Istenben van az apám, Istenem? Imádkozom némán, de nem jön semmiféle válasz az égből. Becsukom a szemem. Hát, ha megszólal egy belső hang és segít, de hát se kép, se hang, semmi. Pedig anyánk szerint a belső hangban nem csalatkozhatunk.